Idén első alkalommal méretkeztek meg egymással az erdélyi magyar dalok. A pályázatot még júniusban hirdette meg a Gitár East Egyesület, lehetőséget biztosítva ezáltal az erdélyi magyar zenekaroknak a megmutatkozásra. A szeptember végén lezárult pályázatra 23 zenekar 46 dala érkezett be, ebből választotta ki a zsűri a legjobb 6 dalt, amelyeket november 14-én a legszebb erdélyi magyar dal gálán díjaztak egy kolozsvári kávéházban. Riportunk révén nézőink is tanúi lehetnek a szűk körben és családias hangulatban lezajlott eseménynek. Bemutatjuk a nyertes dalokat és a díjazott együtteseket. Kéne egy dal, amiben egy ház szerepel. Érzelmes dalban egy szülői ház. Mit csináljak, ha a ház nem létezett? Éneklek másról e ház helyett. S rám lett egy ember, aki már nem is énekel. Jól tudja, nincs ház, nem hívja a haza. És itt egy dal, ami nem dúdolható, mert nem dalba való, nem dalba való. Valamikor nagyon régen fordult meg a fejembe ez az ötlet, hogy jó lenne egy ilyen versenyt szervezni. Azért, mert úgy érzem, hogy idehaza nincs elég terük a saját zenekarainknak, a hazai zenekaroknak. Azért, mert ugye magyar terület vagyunk, Erdélyről beszélünk ugyebár, és akkor aki magyarul énekel, az többnyire Magyarországon van, onnan jönnek a nagyobb zenekarok, és úgy fesztiválokról, mint bármilyen kisebb ünnepekről eléggé kiszorulnak a helyiek. Ezért úgy gondoltam, hogy egy ilyen formában kéne szervezni egy versenyt, ahol az itthoni dalok versenyen, nem is annyira a zenekarok, vagy énekesek, vagy ilyesmik, hanem maguk a dalok versenyeznek egymással, és így próbáljuk megtalálni azokat a hazai értékes zenekarokat, akiket érdemes bemutatni, akiket érdemes felmutatni, akikre érdemes esetleg felnézni, vagy érdemes odafigyelni, hívni őket, koncertezni itt nálunk is. Üdvözlők a kedves zsűrinket, zenekarokat, érdeklődőket, magyarán mindenkit, aki velünk van ezen a szép estén, ezen a legszebb erdélyi magyar dalos gála esten. Kollégáimmal már egy jó ideje járunk gitárestre, mondjuk az ötlet is egy ilyen gitárestes sörözés által született, és akkor pattant ki, hogy te, vannak még erdélyi zenekarok? Milyen jó lenne őket lehívni egyszer gitáresre? Na, keressük meg őket. Gyertek, csináljunk egy ilyen pályázatot, csináljunk egy ilyen versenyt, hogy bírjuk rá azokat, akik esetleg nem volt, akiknek nem volt esélyük megmutatkozni, akik féltek kijönni a garázsból, hogy igenis, vegyék kézbe a gitárt, szívbe a rock'n'rollt, és jöjjenek fel ide Kolozsvárra, küldjék be a daljaikat, mutassák meg, hogy igen, és erre szeretnék egy nagy tapsot hallani, hogy halljam, hogy igen, Erdélyben vannak fiatal zenekarok, és vannak zenekarok, akik szeretnének tenni, és szeretnének zenélni. Erdélyben, erdélyiként, magyar nyelven, saját szerzemén. Nagy tapsot egy mondani. Ezt a tapsot amúgy mindannyian kaptuk, és ti is remélem, hogy egy kicsit majd hazavisztek a szívetekbe belőle. Ez az ötletelést követte a zsűrinknek a felkérése. Kezdeném akkor balról. Zilahi Csaba, Kolozsvári Rádiós műsorvezető szerkesztő. Balázs Imre József, író, költő, irodalmár. Illetve nekem itt a bal felemen André Ferenc, ő is Ferenc, ő hozta a frissességet, erdélyi slam poetry bajnok. Milyen szempontok szerint osztályozott a zsűri, hogy döntött erről a sorrend? Hárman voltunk a zsűriben,
és nem volt sok szempont, de mindenképpen nagyon fontos volt a hangszerelése a daloknak, és nagyon fontos volt a szöveg, hiszen a Vetélkedőnek a címében is benne van, hogy Alexeb Erdélyi magyar dal, tehát magyar szövegekkel lehetett pályázni. Ennek én nagyon örültem, mert hogy 25 éve verem a hazai magyar zenekarok fejét, hogy gyerekek, magyarul írjatok szöveget, nem angolul, mert itt magyar közönség hallgat benneteket, és először itt kell befutni, aztán majd meglátjuk a külföldi sikereket is. Az a jó dalszöveg, amelyik együtt tud működni a zenével. Én amikor értékeltem a beküldött dalokat, akkor figyeltem a szövegekre, kiemeltem, de úgy figyeltem rájuk, hogy azzal a zenével, ami tartozik hozzájuk, hogyan társulnak. Tudnék példákat mondani, de nem ez a fontos, hogy végülis az volt a jó a díjazott, mindegyik díjazottnál, hogy a hangulat és a szövegnek a hangulata és a zenének a hangulata valamiképpen talált. Ahol semmiképp se talált, azok nem kerültek díjazásra, tehát voltak nyilván ilyen dalok is. Megkérem a Kevin and the Roots zenekar tagjait, hogy vegyék át a díjukat. Amint elmondtam, a Pico Old Sound & Light stúdióban hangfelvételt nyertek. Nagy tapsot nekik! És mindenféle, és nagyon ügyesek vagyok. Jól járok, szedjétek szét a magyar zene univerzumot. Köszönöm, más, tovább nagyon sok szerelmet. Bánik, hanem piknik füvel, tekerem a füvet. A szemed is kijavítani kell a szemléletet, mert a média szarnak a szarva. Belédőv, ha az ügy úgy akadja. De itt él kitét valakinek nincs itt a szeme. A csőtől nem látja, mi van körülötte. Csak zajlik az élet vakon. Androklandban élek, mint egy vakon. Mert a melkosomó fekete font. Nem vagyok én mocskos, mert túrunk fel a sarat. Ha eljön a kopó bizony, mindenkit beszarad. A zsebben az acsiban még akad egy-két falat. Hogyha beütött a 3-5, meg kaparod a falat. Nem vágom, mi benne a nagy szó. Ha elütök és magi ízmes le akkor. Uranus a hotelben és nasos. Szortinára pedig kerül egy kis hatszót. Nem vágom, mi benne a nagy szó. Ha elütök és magi ízmes le akkor. Uranus a hotelben és nasos. Szortinára pedig kerül egy kis hatszót. Igyekszünk valami nem úgy újat csinálni, de hogy nagyon sokfélék vagyunk. Tehát vannak ős rockerek közöttünk, vannak ilyen regisek, lazacsávók, az MC Boti, ő ugye a hip-hopot nagyon szereti. És akkor igyekszünk olyan zenét csinálni, hogy mindenikünkből egy kicsit beletenni. Tehát minél több stílust, minél több mindent összegyúrni, lehetőleg úgy, hogy ez jól szóljon. Aztán ez néha sikerül, néha kevésbé. Én remélem, hogy ebbe a dalba sikerült például, amire itt a díjat is kaptuk, hogy összegyúrni metált, regit, hip-hopot, kicsi ilyen keleties beütéseket ezekkel a skálákkal, amiket ott a végén használtunk. Úgyhogy minél több mindent, minél vagányabb. Jaj, drum and bass-t kihagytam, és rengeteg drum and bass-et használunk még. Arról, hogy fekete a piac, csak te tehette pimasz, aki erről a nőklapjában olvas. Nyílt a kocik, mert ő tudja, mi a pálya. A csőben látott titkáknak mindig nagyobb anyája. Őket is az ültergetni, csak az ölt hasú. Olyan ez a rendszer, mint a csillagnak a vasút. Fel alá, fel alá, zsák utcába téved. Az utolsó percekig csak a hazugságban élhet. Thank you.
zenekar vagyunk, de a banda fele már zenéltünk együtt 3 éve. Tehát a basszusgitár Boti, a beatboxos srác Jocó és én már együtt zenéltünk ezelőtt 2,5 évet a Vocka zenekarral. És úgyhogy mi egymásnak nem vagyunk annyira újak. És nagyon örvendünk, hogy ezzel az új formációval is tudunk olyan zenét csinálni, ami ezek szerint érdekli az embereket, és úgymond sikert lehet elérni vele. Hát ez egy siker, amit itt kaptunk, ezt a díjat, nagyon örvendünk neki. Először, amikor mondták, hogy külön díj, nem tudtuk, hogy vajon ez akkor mi lesz, de én nagyon örvendek. Tehát ez, hogy egy profi stúdió vagy profi felvétel, ez egy nagyon, én ennek nagyon örvendek. Úgyhogy én nagyon örvendek, és tényleg örvendek, hogy ilyen rövid idő után ez sikerült. Csontos kézzel emelkedett kalap a fején, állítólag van pár éve, nem mai legény. Legendásan öltözik, a haja kifakult, szereti a nehéz korsót, ez nem elavult. Kézjásárhelyi Egószom zenekar vagyunk, jó sok taggal, amiből jelenleg csak 3 tudtunk eljönni. 2011-ben alakultunk, akkor indulásból akusztikus zenekarként, ez mostanában kicsit változott, tehát alternatívabb, rockosabb, bluesosabb irányt vettünk fel. Tavaly januárra jelent meg az első saját lemezünk, 12 saját dal tartalmaz. Mit jelent számotokra az, hogy ide a döntőbe bejutottak? Amikor mi megláttuk a pályázati felhívást, őszintén szóval egy pillanatig nem volt kérdés, hogy nevezni szeretnénk, tehát koncertjeinken is. Persze játszunk feldolgozásokat is, de mindig inkább saját dalokat szerettünk játszani, és nagyon örültünk, amikor bekerültünk a fináléba. Érna még egy verset is, de elfogyott a kedv. Eltűnődve nézi a szintváltó eget. Tesz még egy kört a nap körül, de tőle nem kér már jegyet. Számolgatva tovább nézi a változó eget. Sok zenekar nem mer saját szerzeményekkel előtűnni, tehát sokkal egyszerűbb úgy koncertezni, hogyha az ember olyan dalokat, olyan repertoárt játszik, ami mondjuk nagyobb világsztárok ismert dalai. De akarattal és rengeteg készüléssel lehet haladni. Tehát sok fele vannak lehetőségek, ezeket meg kell keresni és élni kell vele. Ez a verseny is egy ilyen lehetőség volt nekünk. Hétben indultunk, mégpedig úgy, hogy a dobosunk Hárna László és a zongoristánk Ila Gábor egy egyetemre járván úgy gondoltak, hogy kéne egy olyan zenekart csinálni, ami népdal feldolgozásokkal foglalkozik. Ehhez jött egy gitáros, aki sajnos már nincsen velünk, Dénes Jócó. Aztán jöttem én énekesként, a basszusgitárosunk, backvokál, néha gitáros, mindenes Molnár Ede. És végül most Kuja Barnával
egy trombodistával is bővült a csapat. Hát így jöttünk nagyjából létre. Elsősorban népdalfeldolgozással foglalkozunk, tehát hogy úgy gondoljuk, hogy a népdalnak akkora mondani valója van, és olyan sok mindent tartalmaz, hogy ezt érdemes átadni másoknak is, olyan embereknek, akik talán a népzenét nem hallgatják meg, viszont a jazz, a folk, a nem tudom, rock, akár blues, funk egybelegét a szívesebben. Olyan számmal jelentkeztünk, amit Hána László írt, a dobosunk, úgy szövegileg, mint zeneileg. Természetesen mindenki hozzátette a magáét, tehát azért szólnak azok a számok ma így, ahogy szólnak, mert mindenki beletette a magáét. Mit jelent? Hát az, hogy nem hiába csináljuk azt, amit csinálunk, és az, amit hallunk, az nem csak számunkra jó, hanem mások számára is jó. Hát a Stenogram három felvételt küldött el, és közülük az éjféli nótában többször is ismétli az énekes, hogy nem vitás. Hát szerintem sem vitás, hogy hallottak már a Queenbee-ről, sőt a Queenbee-től is, mind ahogy az is, hogy Varga Livius ének hangjára hajaz inkább. Bárkivel előfordul, ne az. Ja, hogy nem a haj azt kellett volna mondjam? Hasonlít. Amúgy pedig nagyon tetszett benne a gitárjáték, és még jobban tetszett benne a billentyű. És a basszus is szépen volt. Szenzációs, tehát aki meg a hangszerelést figyeli, annak tiszta öröm volt az instrumentális részét hallani ennek a felvételnek. Nagyon ötletes, tehát semmi sablonosat nem hallottam benne. Nagyon jó a levadulás, tehát ha most nem itt ülnék egy pohár vízzel, hanem valahol egy sportcsarnokban vagy egy főtéren, egy korsó sörrel a kezemben, akkor biztos nem álltam volna jót magamért. Gratulálok! A díj pedig egy fellépés a kolozsvári Magyar Napokon. Opa! Mi ugye egy ilyen alternatív zenekar vagyunk, mert hogy kb. Ebbe a zenei stílusba soroljuk be magunkat. Ez azért van, mert hogy elég sok, tehát a zenei palettán elég színesen mozog a zenekar, és akkor erre ez, hogy alternatív, erre az elég sok minden belefér, ezért ezt szoktuk mondani. Tehát mi vagyunk a Stereogám, Udvarhelyre jöttünk, a mesterségünk címere természetesen nem a zenélés, tehát mindegyikünk mással foglalkozik. Tulajdonképpen egy ilyen hobbiból, vagy valami ilyesmiből indult el ez az egész zenekar, hogy akkor gyertek, csináljunk valamit, legyen egy zenekar, engem megkerestek, mint énekes. Igazából a fiúk, amikor összeálltak, ők énekesnőt kerestek, aztán én lettem az énekesnő a zenekarban. És hát ez egy cél volt, hogy csak saját dalokat játszunk. A dalaink többnyire versek, tehát hogy a saját verseink, az enyémek is, meg a barátnőink, vagy ismerőseink versei, amiket mi megzenésítünk, és akkor ebből jött létre ez az egész Stereogámos díj.
És erre azt hiszem büszkék is vagyunk, hogy csak saját dalokat, és többnyire csak magyarul. Tehát igazából szám szerint kettő idegen nyelvű számunk van, az egyik egy angol szám, a másik egy ilyen angol-német Russian English, tehát egy ilyen dal, de többnyire magyarul énekelünk. A lábam, a kezem, a fejem, az arcom, a szívem, a lelkem, minden gondolatom, a látásomat, a beszédemet, a fogaim fehérjét, a nyelvemet. Azt, hogy mi megnyertük az ezüstérmet ezen a rangadón, ez egy nagyon vagány dolog, és meglepődtünk, tehát abszolút meglepődtünk, hogy ilyen helyezést értünk el. Tehát tulajdonképpen a Bagosi Brothers alatt egyel. Ugye a Bagosi Brothersnek ők már azért megjárták a hadakútját, és nagyon vagány az, hogy egy csomó helyre hívják őket, az MR2 Petőfi játssza dalaikat, tehát azért már egy szint. Tehát azért mondom, hogy van nagyon ritkán egy ilyen kiugrás, mint például ők. Tehát, hogy ezen a rendezvényen mi lettünk utánuk a másodikok, ez egy számunkra egy nagyon vagány feedback. Tehát, hogy az, amit mi gondolunk, az, amit mi szeretnénk gondolni a zenélésről, tehát, hogy annak van értelme, tehát van érdemes ezen az úton tovább menni, azt hiszem. És a másik dolog, tehát, hogy mi nyertünk konkrétan megnevezve egy kolozsvári magyar napokra egy fellépést, ez számunkra egy nagyon-nagyon nagy elégtétel, mert régóta szeretnék, tehát áhítjuk, hogy eljussunk ilyen helyekre, és akkor most itt van a lehetőség. És ezekben az a szép, hogy mindig, mikor kapsz a lehetőséget, akkor azt tovább tud bontani, tehát egy kicsit olyan dominó effektus, tehát hogy akkor tovább tud bontani, hogy akkor ez hoz egy másik koncertet, egy másik lehetőséget, többen ismernek meg, egyre többen ismernek meg, és akkor az üzenet, amit a te zenét hordoz, a mondani valód, amit te szeretnél elmondani a világnak, az esetleg eljut sok emberhez, vagy egyre több emberhez. És azt gondolom, így van értelme, mert tulajdonképpen a zene is egy művészeti alkotás. Tehát neked vannak gondolataid a világról, és ezeket meg akarod osztani, és akkor ezek az ilyen lehetőségek, mint ahol most is vagyunk, ez a legszebb erdélyi dal vetélkedője, vagy nem tudom, ez is egy ilyen lehetőség, hogy eljut a gondolatod más emberekhez is. A verseny első díját a Bagosi Brothers Company nyerte meg az Elviszlek című dallal, és egyben ők a debreceni rocksűrű külön díjasai is. Nagyon érdekük velünk, mert még úton vannak haza, ha jól értettem, Magyarországról. Megkérjük a képviselőjét a zenekarnak, hogy vegye át a díjat, ami nem más, mint egy debreceni fellépés a Rocksulinak köszönhetően és a Balkoni TV felvétele. Látott gondokat, sodort a vízzel és partot értek, támaszt már nem tartana. Futok előled, színlelve vagy utánad, hogy kérjelek, még maradj, ne menj messze, néha elvágysz, de ellenem már nem oltana. Elviszlek, elviszlek, messze majd ott udvarol, ha szélcsen víznek. Elviszlek, elviszlek, messze majd a tudvarol, ha szélcsen víznek. Tud volt egy jó kis gála Kolozsváron, amelyről ti is sajnos hiányoztatok, hogyha esetleg elmondanátok azt, hogy miért nem voltatok jelen? Hát mi viszonylag időben el is indultunk Budapestről, viszont a basszusgitárosunknak eszébe jutott Budapest határa, hogy otthon felejtette a személyigazolványát, úgyhogy emiatt vissza kellett mennünk, és négyébe az ezzel járó procedúra, visszajutás a lakásba, és a többi már annyi időveszteséggel járt, hogy négyébe lekéstük ezt a gálát.
Hát nagy kár, mert így nem hallottátok élőben azt a sok pozitív méltatást, amit kaptatok. Mi a véleményetek? Visszajutott a fületekből belőle valami? Mi a véleményetek róla? Egész végig kaptuk SMS-be az értesítést, hogy megvan a harmadik, megvan a második, aztán megvolt a második, akkor tudtuk, hogy ugye mi vagyunk az elsők, de úgy valamennyit le tudtak írni, gondolom az ott résztvevő barátaink, azok ilyen szűk SMS-ekben le tudták írni, hogy mi a helyzet oda át, és folyton értesítettek bennünket, aztán meg föl is hívtak a szervezők, miután megvolt a kihirdetés. Úgyhogy szerintem igen, át tudtuk azért elég rendesen. Akkor átéltétek azokat igen. A pillanatokat. A dalszületés az egy nagyon érdekes dolog. Ata juttatta eszembe, úgyhogy hogy történt. Én hamar el szoktam felejteni az ilyen dolgokat. De nagyon-nagyon jó poén, hogy hajnalban megébredtem többször is, több alkalommal is, valami dallam volt a fejembe, és mindig azon mentem próbálni, hogy fáj, milyen jó, ilyen fél álmodtam, ha úgy tetszik, és soha nem jegyeztem le. Na de most ennél a dalnál felkeltem, annyira tetszett, mert az túlzás, hogy felkeltem, hanem elkezdtem, ott volt a telefon mellettem, és a vetetőt elindítottam, és beledúdottam, hogy de úgy azzal a félálom hanggal, ugye, hogy reggel, amikor visszahallgattam, külön koncentrációt igényelt, hogy értsem is azt, amit én énekeltem oda, de lényegében így született a refrén, és szöveg is volt vele, úgyhogy ezt továbbfejlesztve aztán született meg a dal, meg Atta egyszerűsítette le a refrént, kicsit ilyen népies, még népiesebb motivumok voltak az ének hajlításában, és ez lett leegyszerűsítve, és végül is ilyen a történet, ez egy ilyen álomdal. Távol vagy, már közel látunk, nem segít, még elszalad. Futó álmok, képoszlányok, ez csupán, amit marad. Csendesen majd átbillen is, karjaimba von szép szél. Újra állunk, közel vagyis, nem jön eső, nem rejtél. Elviszlek, elviszlek, messze majd ott udvarolhat szél, csend víznek. Elviszlek, elviszlek, messze majd ott udvarolhat szél, csend víznek. Messze majd ott udvarolhat szél, csend víznek, elviszlek, elviszlek. Messze majd ott udvarolhat szél, csend víznek, elviszlek, elviszlek. Messze majd ott udvarolhat szél, csend víznek, elviszlek, elviszlek. Messze majd ott udvarolhat. Szerintem minden zenekarnak ugyanazok ezek a lépcsőfokok nagyjából. Nekünk a legjobban, amire mindig vágytunk, az a teltházas koncertek, nagy színpadi koncertek. Kimondottan csak saját dalokat játszunk, és azokat énekelje velünk együtt a közönség, és fogadja jól. És hát ez úgy érzem, hogy lépcsőfokonként szép lassan, egyre inkább, egyre nagyobb színpadokon, egyre nagyobb közönségnek tudtunk játszani. És fokozatosan ez az, ami minket előre is visz, úgymond. Beszélgettünk régen arról, hogy talán az is egy hát nem azt mondom, hogy fontos lépés lesz, de egy érzékelhető fejlődése, vagy terjedése a zenekar produkcióinak, hogyha lakodalmakba előbb-utóbb kérni fogja a közönség, vagy hát a vendég,
sereg a zenészektől, hogy játsszák el valamelyik dalunkat. Ugye jó néhány ilyen bulis dalunk van, ami simán megállja a helyét a modernebb lagzikba. És az egyik hangosító ismerősünk küldött egy videót, ahol ez megvalósult egy udvarhely környéki lakodalomba, bizony a zenekar élőbe eljátszotta olyan lagzis formába az Ad Vissza című dalunkat, és mosolyogtunk is egyet, de ugyanakkor örültünk, és úgymond kipipáltuk ezt arról a bizonyos bakancslistáról ezt a dolgot. Nagyon változatos volt a felhozatal, tehát a 90-es években általában a tehetségkutatókon 10 zenekarból 9 valamiféle Eddát próbált játszani, vagy Iron Maident, vagy mindenképpen heavy metalt, és így nagy terpeszállásokban gigiztek a gitárjukkal, ahogy mi annak idején mondtuk, ilyen torzított hangzásokkal. Most ez nem volt, hanem sokkal jobban kitárult a paletta, sokkal színesebb lett a felhozattal, mindenféle műfaj volt, tehát tényleg reggae, jazz, hip-hop, úgyhogy a gyerekek, a fiatal zenészek tényleg le a kalappal kitettek magukért, annak ellenére, hogy azért szerintem az elmúlt 2,5 évtizedben olyan sokat azért nem javultak a körülmények, illetve az amatőr zenészeknek a lehetőségei, annyit nem javultak, sőt, még annyira népszerűsíteni sem lehet őket, de én azért nagyon remélem, hogy ezekből a zenekarokból, akik itt most a legszebb magyar dal vetélkedőn részt vettek, közülük azért többüket is vissza fogunk majd hallani a hazai rádiókban, vagy fogjuk őket látni a televízióban is, hiszen megérdemlik, és megérdemlik az ösztönzést is. Tehát itt most szerintem az a legfontosabb ennél a vetélkedőnél, mint mindegyik vetélkedőnél, hogy sorozata legyen, hogy folyamata legyen. Tehát, hogy nem most volt egy és ezzel vége, hanem legyen évről évre, hogy a fiatal gyerekek, a zenészek tudják azt, hogy nem a barátoknak és a falaknak írják a dalokat, és érezzenek egyfajta ösztönzést arra, hogy ne csak kopincsunk és játszódjunk különböző magyarországi vagy nemzetközi slágereket a barátainak, osztálytársainak, hanem próbáljunk mi is valamit alkotni. És ez a legfontosabb, hogy alkossanak, hogy kifejezzék a gondolataikat ezekben a dalszövegekben és a zenéjükkel, és ezáltal mi is, a zenehallgatók, gazdagodjunk. Egy császár a jogara nélkül a pincérnek int, hogy inna megint, vénhárem hölgye az ölébe szédül, és bűnét elrejtve csókolni készül, gyúlnak a fények, tele a színpad, hamis bóccal, álhajlongással, összetört szívek egy hamis szóban, mérgezett kardok vesztett csatákban, és függöny. A 90-es évek elején nem volt túlzottan sok hazai zenekar, főleg magyar. Ugye volt a Csíkszeredairól, akkor volt Temesváron valami zenekar, de ők nem csak magyarul, ők más nyelven is játszottak, angolul is játszottak. Meg akkor a Knockout megjelent 93-ban. Kevés zenekar volt igazából, és ez a kevés zenekar is érdekes módon elég kevés lehetőséget kapott.
Voltak évek, ugye én 1999-től egészen 2013-ig a Knockoutba basszusgitároztam. Voltak ez alatt a 14 év alatt, voltak olyan időszakok, amikor több fellépésünk volt, akár 20-30 fellépésünk is egy évben, és volt olyan év, hogy csak 5. Ez nagyon változó volt, és mindig mindenhol, minden nagyobb rendezvényen, amint az előbb is említettem, mindenféleképpen a magyarországiak voltak előtérbe tolva, és természetszerűen nem mondom azt, hogy egy hazai zenekar feltétlenül jobb lenne, mint egy nagyon régi és nagyon befutott magyarországi zenekar, egy Republik, egy Edda, egy Ákos, vagy valami ilyesmi. De olyan zenekarokat is hoztak Magyarországról, aki tehát szinte mindegy volt, hogy az magyarországi vagy idevalós, mert úgyse ismerte senki. De hát Magyarország, és akkor nagy betűkkel felírták a plakátra a nevét. Ezen kéne változtatni, hogy természetesen a nagy befutott magyarországi nagy nevek mellett ott legyenek a mi zenészeink, a mi zenekaraink, hogy fellépéshez jussanak, hogy szólhassanak a közönséghez, hogy megmutathassák magukat és a dalaikat, mindazt, ami belőlük fakad. Azt az alkotást, ami belőlük jön, mert az alkotó ember, az gondolkodó ember, és a gondolkodó ember az, aki tovább képes vinni az életet. Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen, valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem, valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, fekete könnyel, hogy terére. Valaki mondja meg, kinek kell innen, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizére. Valaki mondja meg, hosszú évek, miért tudnak élni, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol marad. Madarak jönnek, halál a sőtben lesznek. Madarak jönnek, madarak jönnek, fekete könnyel a bevére. Valaki mondja meg, hogyan kell élnem, apával mondta, ne bánts más. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottál. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt, anyám azt mondta, hogy boldog légy. Yeah.